élt vizének. Valaki mondja meg a hosszú évek, miért tűnnek úgy, mint egy pillanat? Valaki mondja meg, mi az, hogy elmúlt? Valaki mondja meg, hol maradt? Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket. Önök a Víziterápia 111. adását látják. Nagyon sok szeretettel köszöntelek Csaba, Cékmási Csaba mai vendégünk, aki már járt a házunk táján, és rögtön fogom is mondani, hogy miért hívtuk vissza, miért csalogattuk vissza. Tisztelettel köszöntelek téged is. Szép napot kívánok minden tévénézőnek, köszöntelek benneteket. Örülök, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen. Nos, az elmúlt napokban, hetekben megfogalmazódott bennünk, meg a környezetemben is tapasztalom ezt a mérhetetlen erkölcsi pusztulást, úgy a családomban a gyerek-szülő kapcsolat, munka, morállal kapcsolatban, és azért hívtunk meg, mert olyan gyönyörű szép dolgokat írsz meg, az egész munkásságod arról szól, hogy a szeretetben hogyan éljünk, a nemzettudat, és stb. Stb. És erről légy szíves, mesélj nekünk egy pár szót, hogy milyen sikerrel végzed a munkádat napjainkban. Hát ez egy igen, jó és jó kérdés, és összetett is, és valószínűleg a válasz ugyanígy. Közel 10 évvel ezelőtt elindult ez a Regélő névre keresztelt folyóiratocska. Akkor született meg néhány embernek a fejében, ott, ahol én lakom Üllőn. Akkor tulajdonképpen azt tűztük a zászlónkra, hogy egy másfajta értékrenddel, egy másfajta értékrendnek az emlékét újraéleszteni az emberekben, bizonyos fajta gondolatokkal, írásokkal, egy-egy jól elhelyezett jelképpel, mert úgy gondoljuk, és ezt a mai napig is így látom, és sőt egyre erősebb lett az elmúlt 10 évben, hogy azokban a egyébként nap mint nap látható ábrákban, jelképekben, ugye zászlókon, címerekben, cégeknek a logóikban is lehetne sorolni a végtelenség. Olyan üzenetek vannak elrejtve, amit tudatosan nem is mindig veszünk észre, mégis ott vannak körülöttünk, és valamit üzennek. Az ember észreveszi, vagy nem. Az sajnos elszomorító, ez persze megint sajnos a mi hozzáállásunknak is köszönhető, hogy az utóbbi 20-30 évben, már inkább többen, inkább talán már 50-ben, ezek a jelképeknek egy nagy részét ellopták az orrunk elől. Mi meg hagytuk, hogy ezt megtegyék. Lekerültek a házakról a ősi magyar jelképek, lekerültek a ruhákról. Ugye ma egy modern ruha az gyakorlatilag úgy nagyjából a semmiről szól. Igen, tehát, a Nike emblémáról. Igen, tehát gyakorlatilag ezekről, ugye a nagy részéről ráadásul, amit említettél, arról is kiderül, hogy hamisítvány. Tehát már abban se igaz, ami rá van írva. Pedig ezeknek az embernek az orra előtt, a régebbi embereknek az orra előtt lévő, vagy a szeme látóterében lévő jelképek, ezek segítették a világba való eligazodást. Ezt most már egyre többen tudjuk, nagyon sokan foglalkoznak és foglalkozunk ezzel a témával, hogy egy jó helyre elhelyezett jelkép, egy olyan jelkép, ami nekünk szól, mert ugye ezt célszerű kihangsúlyozni, hogy a világ különböző tájain élő népeknek, embercsoportoknak, különböző közösségeknek látszólag, vagy éppen lényegében eltérő jelképrendszerük van. Tehát máshogy állnak össze azok a képek, amik üzennek a múltból a jelenen keresztül a jövő irányába. És azért célszerű azt tudni, hogy nekünk, magyaroknak alapvetően a magyar jelképek azok, amik igazándiból hatékonyak, vagy amik teremtő erővel tudnak bennünket feltölteni. Tehát most mondhatnám, hogy nem is véletlen lettek ezek parkolópályára téve. Igen, és tudjuk ezt menedzselni egyébként, felszínre hozni? Én azt gondolom, hogy ez alapvetően rajtunk és csak is rajtunk múlik. Én szoktam mondani, amikor barátaimmal, ismerősökkel beszélgetünk, hogy jó 40-50 évvel ezelőtt a trapézszárú farmernadrágot, vagy éppen az alföldi papucsot, vagy bármit, ez divatként mi hoztuk be a gyakorlatba. Úgyhogy elkezdtük használni. Erre szerintem nagyon sokan emlékszünk. De a média is rá segített nyilvánvalóan, de az, hogy ez gyakorlatilag egy mindennapos történetté vált, még sokszor a idősebb korosztályoknak a nem igazán jócsugalló szeme tüzében is,
Ez gyakorlatilag annak volt köszönhető, hogy minden ellenkezés ellenére ezt mi elkezdtük használni ugye fiatalként vagy éppen idősebbként. És én azt gondolom, hogy ezt most is meg lehet csinálni. Tehát az, hogy most valaki a házára felrakjon egy bármilyen hagyományos jelképrendszert, akár ami körkeresztből áll, akár ami tulipán motívumot jelent, vagy lehetne sorolni a végtelenségig ugye a különböző virágnak látszó magyar jelképrendszernek a gyönyörű alkotásait, ugyanezt rátegyük a ruházatunkra, vagy bármi használati tárgyakra, egyáltalán a házunkat felöltöztessük ebbe, ezt nem tiltja senki. Valószínűleg nem is lehet ezt megtiltani, mert most mi alapon és miért. Igen, igen. Tehát ez divatba lehetne hozni? Én úgy gondolom, hogy igen. Én úgy gondolom, hogy igen, sőt azt érzékelem, hogy egyre többen várják azt, hogy néhány bátor kezdje már el ezt használni, és akkor ő is oda csatlakozik. Nem vagyunk egyformák. Van, aki egy kicsit rámenősebb, bátrabb, ő hamarabb elkezdi használni. Vannak néhányan, vagyunk néhányan, vagy vannak néhányan, akiknek kell egy kis bátorítás, kell egy kis löket, hogy na, akkor látod, akkor mehetsz, nyugodtan csináljad, nem fogja senki leharapni a fejedet, nyugodtan, ahogy belülről érzed. Igen, azt hiszem elkaptuk a fonalat, ez jól hangzik, mert ugye itt van az újságod, meg szerintem kedves nézőink is ismerik, tele van szebbnél szebb írásokkal, székely népmesékkel, Illyés Gyulától kezdve, hát nem is tudok felsorolni, a dr. Túri Gábor, őseink hite, hitünk hősei, és a többi, és a többi. Tehát valahogy rá kéne ébreszteni a mai fiatalságot ezekre a dolgokra, hogy ehhez valahogy olyasmi reklámanyagot, hogy egy picit, ahogy mondottad volt, egy kicsit a szeretetre nevelni a gyerekekre, vagy a pozitív gondolkodásra. Hát igen, tulajdonképpen, és ami így eszembe jutott az alapján, amit itt mondtál egy pár mondattal ezelőtt, hogy annyira nehéz dolgunk nincs szerintem, mint ami ennek látszik. Megint csak visszaidézve, hogy baráti beszélgetések során sűrűn elhangzik, ugye van egy ilyen közmondásunk, hogy a vér nem válik vízzé. Na most a számomra annyit jelent, hogy az a vér, ami most itt éppenséggel a mi ereinkbe csordogál, ugyanez a vér csordogált itt évezredek óta az elődeinknek az ereibe. Na most, ha ez így van, és azt is tudjuk, hogy sejtjük a dolgokat, igen, tehát magyarul sejtszinten megvan minden információ, ugye a magban benne van minden, akkor nyilvánvaló, hogy ez onnan előcsalogatható. Úgy látszik, hogy a média, meg a divat diktátorok, ha lehet ezt így fogalmazni, és nyilvánvalóan lehet, hogy? Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ez az ősi tudás, ez az ősi világkép, a szeretetnek a világképe, ez minél inkább rejtve maradjon. Tehát ugye azért a mai világunk elég rendesen egyfajta üzleti alapú világrend, ahol azt is nagyjából tudjuk, hogy az emberek alapvetően nem egymásért élnek, hanem egymásból. Azért ezt így jól lehet érzékelni a magyar nyelvünkből kiindulva, vagy teljesen más jelent azt mondom, hogy a másikból élek, vagy a másikért élek. Igen, ez nagyon jól hangzik, és valóban így van. És hát ugye ezt a szavaink is nagyon jól kifejezik, ezt megint csak beszélgetés során derült ki, amikor mondtuk így egymásnak, hogy egymásért élünk, érted? Értem? Érted, amit mondok? Értem hát. Igen. Tehát pontosan a nyelvünkön vissza lehet ezt érzékelni, hogy bizony-bizony a nyelvednek, az egésznek a hordozója, ennek az egész gondolatmenetnek, ennek az egész gondolkodásmódnak. Nézzük csak meg például, hogy milyen sok szavunkban benne van az a kérdőszónak lealacsonyított kis szavacskánk, amikor azt mondjuk, hogy mi, pedig ez a mi, ez nem csak kérdőszó is, de ez alapvetően azt jelenti, hogy én és te. És ez az én és te, amiben egy egységé áll össze, amikor már mi rólunk szól a történet. Ugye itt az imént mondtad, hogy az én újságom, akkor most ezt kijavítom, tehát ez nem az én újságom, ez a mi újságunk. Mi újságunk. Egyrészt nagyon sokan részt veszünk abba, hogy ez időről időre részt, tehát létre tudjon jönni, másrészt meg, hogy ez eljusson azokhoz az olvasókhoz, akikben már megszólalt ez a belső hangocska, hogy ez a körülöttünk
tomboló őrület, vagy ez a valami, ez ehelyett, vagy emellett lehet azért ezt máshogy is csinálni. Igen. Fantasztikus, ahogy előadod ezek a szójátékok, meg egyebek, mert mondjuk 40 évvel ezelőtt, hajlottkorú bácsika vagyok, 40 évvel ezelőtt még annyira nem érdekelt engem se, hogy milyen is ez a magyar nyelv, mert hát ugye eleve félre is neveltek bennünket, mert nagyon kevés igazságot kaptunk belőle, holott napjainkban már tudjuk, hogy a magyar szókincs a világon az egyik, hanem a leggazdagabb, csodálatosan szép nyelv, és sok embert meg lehet érinteni vele, és meg is lehet feltételezem, a folyóiratban is szoktatok azért ilyesmikről írni, meg kifejtegetitek. Persze, mindenképpen, és igen, tulajdonképpen minden olvasónkat arra buzdítunk, hogy nyugodtan játsszon a nyelvünkkel, mert hogy lehet, nem, semmi nincsen alapvetően kőbevésve. Ráérzés szinten lehet keresgetni a szavainknak az összefüggés rendszerét. Ugye egyébként semmiféle csodáról nincsen szó alapvetően, vagy legalábbis szerintem, mert egy alap megközelítésben ugye kétféle világkép létezik. Az egyik azt mondja, hogy minden összefügg mindennel, és egy olyan világban élünk. A másik, ami most igazániból ugye a fősodratú médiából is ezt találjuk, hogy ez folyik, még a vízcsapból is, ahogy szoktuk mondani, egy olyan világképet sugal, ahol semmi nem függ össze semmivel, és minden csak olyan véletlenszerűen botlunk egymásba, véletlenszerűen történnek a dolgok, véletlenszerűen jött létre az evolúció, tehát minden egy ilyen valami kaotikus, véletlenszerű ütközéseknek az eredménye az, ami körülöttünk van. A másik gondolatmenet ugye meg azt mondja, hogy minden egy közös, együttemre történő ritmus, egy együttemre történő rezgésnek a különböző kis megnyilvánulásai vagyunk, minden élő, minden. Én azt szoktam mondani, hogy itt minden pillanatban mindenki beszélget mindenkivel. Igen. Tehát a látszólag élettelen dolgok ugyanúgy, mint ahogy a nyilvánvalóan élő dolgok, vagy ahogy most ezt használjuk a nyelvünknek köszönhetően. Na most, ha ez a folyamatos beszélgetés ez igaz, akkor ebből csak egy olyan pozitív dolognak kellene kijönnie, ami mindenkiért van. Mert hogy az egész rendszernek, amelyik folyamatosan beszélget egymással, nyilvánvalóan az a célja, hogy ez az összhang ez fönnmaradjon. Ez az összhang, ez meg csak akkor fog véleményem szerint fönnmaradni, hogyha a valamiért csináljuk ezt a dolgot, az összhang fönnmaradásáért. Igen. Igen, az előbb azért akadtam meg egy pillanatra, rendkívül jól fogalmaztad, és érdemes a kedves nézőknek elismételnünk, hogy minden összefügg mindennel. Tehát az univerzum, mint azt tudjuk, meg itt azért a tévéműsorainkban kihangsúlyozunk, egy nagy egység. Tulajdonképpen, ahogy mondod, rezgésből áll minden, és különböző energia megnyilvánulásokból. Na most akkor hol is tartunk? Tehát valamennyien egyek vagyunk, csak különböző tudattal rendelkezünk, önrendelkezésünk kétségtelen, hogy van, és az a dolgunk, hogy fejlődjünk. Tehát, hogyha ez tudatosul bennünk, és a kedves nézők is átadják a szomszédnak, a rokonnak, a munkatársnak, akkor azért valóban tudunk haladni egyre kettőre, mert én a magam részéről egy kicsit aggódom, mert, mint mondottam az elején, tudod, amiket ugye meg is hívtunk a stúdióban, ez az erkölcsi pusztulás. Tehát azért látszik a környezetünkben, hogy senki semmivel nem törődik. Oly mértékben le van pusztítva a tisztességes életmód, ahogy hogy is fogalmazta, hogy érted, vagy értem, hogy egy néhány perccel ezelőtt. Tehát hihetetlen dolgok vannak, és egyszer, én biztos vagyok benne, hogy egyszer fölébred az emberiség, és most természetesen nem csak a magyarokról van szó, hanem az egész bolygó lakosságról. Tehát olyan megtisztulás előtt állunk, hogy hihetetlen. Egy amerikai barátom pár héttel ezelőtt mondta, hogy ez a természet rendje, hogy így tágulunk szétfelé, a jók jobbá válnak, a rosszak még rosszabbá, és jön a pusztulás. Hát végtelenül sajnálom egyébként, mert sokat kell még attól tartok szembenni az, hogy,
beteljesüljenek az álmaink. Hát erre egyébként egy olyan példát szoktam fölhozni, hogy az, hogy az ember, ez egy jó követhető példa talán, az, hogy megbetegszünk, az általában egy hosszabb folyamatnak az eredménye. Még egy közúti balesetet is megelőznek olyan sokszor évekig tartó kisebb-nagyobb jelek. Vagy akár karmikus adóság vagy is. Igen. Én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy sokat kell szenvednünk, hogy amikor elindulunk egy hibás úton, és ezt nem vesszük észre, akkor ugye most már ezt a nyugati orvoslás egy része is, a természetgyógyászok mindenképpen, tehát magyarul a gyógyítással foglalkozó embereknek egyre nagyobb része elfogadja, hogy ez egy hosszabb folyamat. Tehát ahogy letérünk az útról, és egyre-egyre jobban eltérünk tőle, egyre másra kapjuk azokat a tünetként megjelenő fájdalmakat, fizikai fájdalmakat, igen. Amik ugye arra utalhatnak, már aki ezt tudja, hogy itt valami baj van. Na most ez biztos, hogy egy évekig, akár évtizedekig tartó folyamat lehet. Saját magam tapasztalatából és barátaimmal folytatott beszélgetésből viszont kiderül, hogy maga a gyógyulás, az viszont lehet a szószoros értelmében egyik napról a másikra. Tehát ha megvan az, hogy mi az, ami engem idáig elvitt, tehát mi az a lelki állapot, mi az a gyötrődés, ami engem bánt, ami gyakorlatilag elszívja az erőmet, stb. Ha ez megvan, és ezt éppenséggel megnevezem, fülömcsípem, akkor tulajdonképpen az ember képes, tehát az élőlény, bármilyen élőlénynek a szervei, az egész testfelépítése képes egyik pillanatról, egyik napról a másik napra gyakorlatilag helyreállítani azt az eltérést a szervezetében, ami létrejött és mutatja azt a hibát. Tehát nem feltétlen kell itt nekünk még ezzel, csak azt akarom mondani, évtizedekig itt lehet kínlódni, hanem ha megvan az a biztos pont, hogy mi az, amit fülön kell csípnünk, hogy az élet visszakerüljön a rendes kerékvágásba, tehát a rend helyreálljon, akkor ez helyre fog állni egészen gyorsan. Sőt, én még azt gondolom, hogy ez nem is biztos, hogy egy emberi cselekvés sorozatnak lesz az eredménye, hanem bizony-bizony az előbb általad említett univerzum vagy világegyetem erről gondoskodni fog, hogy anélkül, hogy mi ezt tudatosan akarnánk vagy nem akarnánk, ez a folyamat ez végbe fog menni. Értem, mit mondasz. Elképzelhető, hogy esetleg rövid idő alatt lehetnek olyan változások. Én mindig egyébként a gyerekeimet, érdekes, amit mondasz, a gyerekeimet azzal tanítom, hogy az egész univerzum mozgásban van valamilyen szinten. Ugye adva van a Föld nevezeti bolygó, forog a saját tengelye körül, adva van a Nap. A Nap is forog és halad a tejút rendszerbe. De a Föld forog a Nap körül, tehát megyünk egy másik... Mindig nagyobb. Igen, tulajdonképpen így van. Mert ugye 24 ezer év alatt járjuk körbe, illetve fordul meg a naprendszer, ott eljut rendszerbe. Ugye? Tehát nem tudjuk, mert annyi emlékünk nincsen, hogy tulajdonképpen ott milyen rezgés van, ott milyen megtisztulás, esetleg szenvedés várhat ránk. Nagy valószínűséggel a szenvedésnek, én úgy gondolom, de javíts ki, hogyha rosszul látom, belátható időn belül azért vége lesz, mert ez volt a vaskor, azért átérünk, vagy már benne vagyunk a vízöntőben, nem tudjuk a folyamatokat egész pontosan, mennyire gyors, de el tudom képzelni, amit mondasz, hogy akár hetek, hónapok alatt jöhet egyfajta megtisztulás, és akkor másnap már nem fáj a lábam, biztos rossz úton járok esetleg. Én úgy hiszem, ez a vicc része volt, igen. Tehát azért, hogyha abba belegondolunk, akik mondjuk egy picit a természet közelébe laknak, élnek és figyelik a természetben lezajló folyamatokat. Amikor egy gyümölcsfa kivirágzik, az a szószoros értelemben este lefekszem, még nincs ott szinte semmi, reggel fölébredek és pif, és tele van virággal a fa. Tehát ebből a gondolatmenetből... És milyen gyors a folyamat. Így, tehát ha ebből a gondolatmenetet ezt átrakom az emberi életre, az emberi életnek a folyamatára, akkor tulajdonképpen ez minden további nélkül lekövethető, hogy képes egyik pillanatra a másik napra olyan változás kialakulni, amihez látszólag nem teszünk hozzá semmit így a mi akaratunkból, hanem rajta tőlünk függetlenül ez csak úgy megy. Nagyon jó gondolatok ám ezek, hidd el, mert úgy, hogy említetted akár a fának, vagy a természeti erőkkel is, hogy összhangban vagyunk. Vannak ünnepek, amiket ugye elfelejtettünk. Erről néhány szót, hogyha tudnál mondani, mert
mert sajnos tartok tőle, hogy a mai gyerekeket nem nagyon tanítják ezekre az iskolába, hogy mennyire, milyen szoros összefüggés van a természet és ugye hát közöttünk is. Hát anélkül, hogy ebből ilyen nagyon nagy dolgot kikerekítenénk, és hát nyilvánvalóan szoktam mondani, hogy a teljesség igényével, de hát messze nem lesz ez a gondolatmenet teljes, ugye az ember az eredendően a természetnek egy része. Ezen belül tudjuk, hogy egésze, de mindenképpen részei vagyunk, akár az előbb általad említett világegyetemnek, azon belül a naprendszer, a tejútrendszernek, azon belül a naprendszernek, azon belül a Föld nevű bolygónak, azon belül Európának, Magyarországnak, és akkor ezt lehet szűkíteni. Célszerűen, hogy a magyar gondolkodással a nagyobbból indultam a kisebb felé. És az ember, aki még erre itt a 21. században képes, bár ezt tulajdonképpen szerintem mindenki meg tudja élni, mert kimegyünk a természetbe. Ugye egy városi embernek mi a legnagyobb vágya, hogy kimenjen végre a zöldbe, ugye fogalmazzák is így sokszor, elmenjenek kirándulni egy jót, ki tudjon kapcsolódni, stb. Stb. Tehát igazándiból ezt belülről érezzük, hogy ott vagyunk otthon, a természetbe. Tehát felveszik azt a rezgést, így, amit ugye pontosan a természet nyújt a növényzet. Igen. Na most ugye a régiségben, ugye nem túl régről beszélünk itt, 100 évvel ezelőttről, akkor az emberek nagyobbik része ezeket a természeti ünnepeket még, a természetnek a fordulóit, tehát a természet rendjének a fordulóit, ezt még aktívan megélte. Tehát részt vett benne. Tehát tudta, hogy most az fog történni, hogy legrövidebb éjszaka, leghosszabb a nappal, fordítva, egyformák, most ügyeznek a virágok, most mai szóhasználattal élve ez egy kedvenc dolgom, hogy ugye november 2-án jön az égi SMS, hogy na akkor most pihenés van, és akkor mindenki álomba merül. Már november 30? November 2-án. November 2-án, igen. Rá 3 hónapra, hogy a számoljuk csak ki, hogy a november 2-a, december 2-a, január 2-a, február 2-án, ugye van az a bizonyos ünnepünk, amit gyertyaszentelő boldogasszonyként, tűzgyújtó boldogasszonyként, a medve kibújik a barlangból, megnézi, hogy látszik-e az árnyéka, nem látszik-e az árnyéka. Van az a ünnepünk, amit most már megint egyre többen tartunk, vagy megemlékezünk, hogy igen, tehát részt veszünk benne, amikor megjön az égi SMS, hogy ébresztő, és akkor a természetben, a föld alatt ugye elkezd egy zsizsegés indulni. Ez megint ugye nem tőlünk jön. A kis magocskákból elkezd az égi erő munkálkodni, és utána ugye azt látjuk, hogy jönnek ki a kis szárkezdemények, a virágok majd elkötődnek. A hóvirág addigra lenyílik? Hát ez változó, tehát az időjárástól az időjárás. Ha jobb idő van, akkor már addigra, vagy legalábbis már virágzik, ha még éppensége hidegebb tél van, mint az idén, akkor nem feltétlen. Na, tehát és akkor visszatérve ide az ünnepeinkre, ugye itt ezen a mérsékelt égőn, vagy ahol mi élünk, ahol az országunk van, itt ugye nyilvánvalóan ez a négyes tagozódás ez megvan, tehát a tavasz, nyár, ősz, tél, ennek megvannak a kiemelt pontjai, a tavaszi napforduló, a nyári napforduló, az őszi napforduló, illetve a téli. Ugye ősszel és tavasszal ugye egyforma hosszú az éjszaka és a nappal, a télinél ugye a leghosszabb éjszaka van, a legrövidebb nappal, nyáron meg ugye fordítva. Most ezeket az ünnepeket szerencsére megint egyre több helyen, egyre több közösség megünnepli, összejönnek. Most mondhatnám az egyszerűség kedvéért, hogy esznek, isznak együtt, barátkoznak, beszélgetnek, este többnyire megidézik az égi tüzet, ugye a napnak az erejét egy földi kis tűzgyújtás erejéig. Jól érezik magukat, énekelnek, tehát átérzik az életnek a örömteliségét, azt a boldog áradását az életnek, ami tulajdonképpen akár a sajátunk is lehetne, hogyha ezt válasszuk. És gyakorlatilag az életük, az gyakorlatilag ünneptől ünnepig zajlik, és az ünnepek között pedig ott vannak, most úgy mondanánk, hogy a szürke hétköznapok, de hát ugye azért a régi emberek, akik a természet rendjében éltek, azért ők ezt így nem így nevezték, biztos vagyok benne, hogy nem így nevezték, ott nem voltak szürke hétköznapok, hanem meg volt minden napnak az a teremtő munkája, a feladata, amit el kellett ahhoz végezni, hogy az ember 40-50 éves korára ki tudjon teljesedni. Mert ugye sokan sokféleképpen fogalmazzák meg, hogy mi is az emberi életnek a célja. Egy kedves barátom pár évvel ezelőtt azt mondta, hogy figyelj csak ide, nézd meg a többi élőlényt. Mindenki arra törekszik, hogy kiteljesedjen.
Tehát egy növényből egy teljes növény legyen, egy magból egy teljes növény legyen, egy állatból, egy kicsi állatból egy felnőtt állat megvalósítja. Megvalósítja azt a, azt a teremtményt, uh-huh. ugye Jóistennek azt a teremtményét, ami benne rejlik. És akkor Bocsáss meg, csak közben kérdezem, hogy tehát úgy látod, hogy egyre többen hódolnak ennek a szép hagyománynak? Nyilvánvalóan ez látszik is, ha az ember így akárcsak az interneten böngészik, vagy éppenséggel találkozik emberekkel, uh-huh. ide-oda megy a munkájának köszönhetően, hogy ezt egyre többen megteszik, tehát mind a négy évszakban, sőt az évszakok között is. És hát egy ilyen alkalom lesz például itt nekünk, ugye most június 24-én, a nyári napforduló után 3 nappal tartunk egy ünnepecskét, egy ünnepet, ami jelen pillanatban úgy van elhíresülve a köztudatban, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, hogy ez a Szent Iván napnak az ünnepe. Most, amikor elkezdtünk készülni erre az ünnepre, akkor azért a vállunkra vettük, illetve hát elkezdtünk különböző irodalmakat fölkutatni, keresni, és hát többek között rájöttünk arra, hogy ilyen nevű szent, hogy Iván ilyen nem, tehát ilyet nem találtunk gyakorlatilag a felelhető irodalomban, vagy az ezzel kapcsolatos tanulmányokban. Nem mondom azt, hogy biztos, hogy nem volt ilyen, mi nem találtunk ilyet. Viszont sokkal inkább találtunk egy olyan érdekességet, hogy ha télen, a téli napfordulókor van a fiúistennek, Jézusnak a megszületése, akkor ha leginkább a magyar gondolkodás módból indulok ki, akkor fél évvel később nyáron, akkor bizony-bizony meg kell születnie a jánynak. Mert hogy így lesznek ketten együtt, egy egészek. Aha. És ennek viszont megtaláltuk a nyomait, nagyon sok helyen. Az ünnepet azt többféleképpen találtuk meg, többféleképpen leírva. Magyar Ilonának az ünnepének, vagy éppen Tündér Ilonának az ünnepének, vagy csak egyszerűen a jány ünnepnek, Elisszilonos évvel az elején. Uh-huh. Tehát szándékosan mondom így, hogy jány ünnep. Sőt, egy ilyen pihent pillanatomban még azt is oda találtam tenni ehhez a dologhoz, ezt itt most így elmondhatom, mert majd mindenkinek vagy szöget üt a fejébe, vagy nem, hogy talán az Iván az lehet, hogy pont a jányból lett. Mert lehet ott hallani egy ilyen kis áthallást, hogy azt mondom, hogy Ivány, meg azt mondom, hogy jány. Uh-huh. Ebben most nagyon nem mennék bele, ezt azért tudjuk egyébként, tudjuk, akik ugye ezzel foglalkozunk, uh-huh. éppenséggel csak játszunk a nyelvünkkel, hogy nagyon sok szavunk kimegy külföldre, és némi kerülővel visszajön, akár mint divat szó, és ha nem figyelünk oda, már nem veszük észre a szónak az eredeti tartalmát. Hanem azt gondoljuk, hogy ez egy külföldi szó, ami egyébként magyar, csak egy kicsit eltorzult az évszázadok alatt, vagy éppenséggel az évtizedek alatt, de ebben most nem mennénk bele. Erről majd többek között ezen a június 24-i rendezvényen több előadó fog beszélni a kedves vendégeinknek. Többek között ott lesz Juhán Zsolt barátom, akinek egy gyönyörű 4 könyvből álló, talán 5-6 év alatt írta ezeket a könyveket, aminek az a címe a könyvsorozatnak, hogy a magyar nyelv, mint útikönyv az élet nevű túrához. Tehát ezt, hogy az ember csak így végighallgatja, akkor ennek egy nagyon mély tartalma van. Tehát a magyar nyelvünk, az megadja a kulcsot, hogy hogyan kell élnünk. Ott van benne a nyelvünkben, csak érteni kell, hogy mit beszélünk. Igen. Gyakorlatilag napi szinten. Tehát nem csak úgy locsogni, fecsegni, hanem egy picit mélységébe odafigyelni, hogy na mit is mondtam, és miért mondtam, és miért pont akkor. De ebbe megint nem mennék bele, akik kíváncsiak erre, eljöhetnek oda, de több előadó fog egyébként. De hol lesz ez? Ez Ópusztaszeren lesz ez a rendezvény, gyakorlatilag egy magánbirtokon, Cseppentő birtok néven ismerik végül is a környékbeliek. Az egyszerűség kedvéért gyakorlatilag a történelmi, az Ópusztaszeri Történelmi Emlékpark az lehet, hogy több mindenkinek ismerős, hogy ez hol van. Hát tehát igen, ott az út mellett gyakorlatilag a uh-huh. Nemzeti Emlékpark van, ha Szeged felé megyek, akkor a bal oldalon. Ez meg egy picit följebb, tehát Szegedhez közelebb, de ez csak ilyen pár száz méter, az útnak a jobb oldalán. De hát ki is lesz ez táblázva, útbaigazító táblákat fogunk tenni. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez június 24-én lesz. Reggel 9 órakor kezdődik ez a rendezvény, némi kürtszóval, egy kis dobosoknak a bevonulásával, és utána gyakorlatilag olyan 10 órától van tervezve magának a rendezvénynek, ennek az egész ünnepnek a fő vonulata, aminek több helyszíne van a területen. Nyilvánvalóan maga a rendezvény az alapvetően egy családi
rendezvénynek van számva, tehát nagyon bízom benne, a szervezők, hogy sok család el fog jönni úgy, hogy anyuka, apuka, gyerekek, akár úgy is, hogy néhány család összefog, és akkor akár több gyereket is elhoznak együtt. Ennek megfelelően a rendezvényen a rendezvénynek a menetébe is tetten érhető ez a gondolatmenet, mégpedig olyan formán, hogy ha a szülők esetleg az előadásokra akarnak menni, akkor a gyerekeket rá lehet bízni, mondjuk úgy, hogy szakavatott felnőttekre, akik azért vigyáznak az ő testi épségükre, bár nem gondolnám, hogy adott esetben egy szalma várnak a felfedezések közepette, nagyon testi épségben bármiféle sérülés eshetne, de hát ettől függetlenül még nagyon sok egyéb más játék várja a gyerekeket. Alapvetően hagyományos játékok ezek, aminek viszont a rejtett üzenete az, hogy a gyerekeink, mire elérik a 20 éves korukat, tehát mire felnőttek legyenek, addigra az épp testben, épp lélek, az megvalósulhasson. Ez egy nagyon fontos gondolat, mert hogy lehet legyinteni, hogy ezek a régi népi játékok. Na és akkor mi van? Uh-huh. De az ember egy picit a mélyére néz ezeknek a régi népi játékoknak, akkor azt találja, hogy a szellem, a lélek és a testnek a összhangját, a harmóniáját hozták ezekkel a játékokkal össze. Értem. Sok-sok száz éven, sok-sok ezer éven keresztül, aha, alapvetően a paraszti kultúrában maradt egyébként meg ennek a hagyománya, hogy ott lehet jobban tetten érni, hogy a városi ember egy picit ettől eltávolodott jobban, mint a köznép, vagy maradjunk ennél, hogy a parasztok. Ott fontos volt, tehát azért ezt megint csak így véssük az eszünkbe, hogy egy közösségnek, egy jól működő közösségnek az egyik alapvető feltétele, hogy egészséges, a feladatukat ellátni képes emberekből álljon. Tehát beteg emberekből, sérült emberekből, akár lelkileg, akár fizikailag nem lehet egy olyan ütőképes közösséget összehozni, mint hogyha ugyanezek az emberek életüknek a teljébe vannak, és tudják adni önmagukat a többieknek, és ezzel gyakorlatilag bármit, a szószoros értelemben bármit létre lehet hozni. Történelmünkben jó ideje már a percemberkék ülik a torukat, és egyre több az eszkimó és kevesebb a fóka. Nehéz újat mondani. Bár meg lehet, nem is kell, hiszen minden a lelkünkbe van írva. Nekünk, mai élőknek az ereikben felmagosztosult ősök, hősök, Attillák, Árpádok, Hunyadiak, Rákóciak és sok millió dolgoskezű, alkotó, teremtő parasztember vére csörgedez. És bizony, a vér nem válik vízzé. Egyre többen tudjuk, hogy a magyarság történelme nem korlátozódik az elmúlt 1100 évre, hanem messze-messze visszanyúlik az idők távolába. Műveltségünk élén az édes anyanyelvünkkel kiállta az idők próbáját, hiszen itt vagyunk és élünk. Hívunk és várunk minden érdeklődőt, aki szívesen magába szippantana egy kis múltat, hogy felemelt fejjel nézzünk a jövőnk felé. Várjuk Önöket a nyári napforduló, Tündér Ilona ünnepére, június 24-én, Ópuszta szerde, a Cseppentő birtokra. A parazsa ízik, lüktet a vöröse, felsővilág kapuja belőle nyílik. Nézem, csak nézem, magába húz, főnix madár repít az égig. Egy dobbanás az égnek szól, egy dobbanás a földnek. Ahogy említetted, akkor ezek szerint sikeresen tudjátok a feladatot, amit az Úrtól kaptatok végrehajtani. Tehát azért próbáljuk a környezetünket a megértésre, a kölcsönös tiszteletre, megbecsülésre, odafigyelésre nevelni, hogy készüljünk a következő korokra, illetve a változásokra, hogy minél többen és minél
szeretetteljesebben tudjuk ezeket megélni, ha jól értettem, akkor így fogalmaztad. Hát, tulajdonképpen igen, és ugye itt van a szerepe azoknak a közösségeknek, és azoknak a már bimbózó közösségeknek, akik ugye ezt fölvállalták ennek az egésznek az úttörő munkáját, az előszelét. Mert ugye nekik fontos, tehát a példamutatás az mindig fontos, de erről már beszéltünk korábban, hogy mindig kellenek olyan emberek, akik valamit, egyfajta gondolatmenetet, egyfajta cselekvést már hamarabb ki tudnak tenni a többiek elé, mint mondjuk az átlag ember. Vagy azért, mert nincs rá ideje, vagy azért, mert nagyon elfoglalt, a kettő az gyakorlatilag ugye feltételezi egymást, tehát az, hogy valaki elfoglalt, az általában ugye időszűkébe fetreng ehhez, hogy most ugye mennyi, mit tudunk ebbe tenni valójában, hogy ne legyünk időszűkébe, ez már egy hosszabb és talán egy másik folyamat, viszont mi itt nagyon elkavarodnánk és ilyen részletekben mennénk bele. Parancsolj még felső gondolatot, igen. Tehát gyakorlatilag ugye beszéltünk arról, hogy egyfajta magyarság magokat szeretnénk mi is itt szórni ezen a rendezvényen, ami tulajdonképpen csak olyan egyszerű dolgokon lehet tetten érni, hogy olyan ételek lesznek főzve, az egyébként méltán híres, csak kevésbé, főleg itthon kevésbé ismert magyar konyhaművészetnek a remekeiből, amikre azt mondjuk, hogy igen, erre emlékszem, ez a miénk. Tehát például csak ilyen nagyon egyszerű dolog, ugye a fehér kenyér. Most ugye divat nem fehér kenyeret enni, ettől függetlenül a boltok fehér kenyérrel vannak tele, és én úgy gondolom, hogy ez így rendben lenne, hogyha a boltokban rendes fehér kenyeret lehetne kapni. De nem lehet, mert nincs jó liszt, nincs jó alap, tehát semmi. Mindenféle adalék van, stb. Stb. Na most, tehát gyakorlatilag egy olyan ételválasztékot próbálunk itt fölvonultatni, mondjuk a marha gulyástól kezdve a kürtős kalácsig, amiről érezzük, hogy ez nekünk van, ez a miénk, ez a mi ételünk. És igazándiból itt ez egy nagyon fontos dolog, mert az étel, ugye egy picit játszok a szóval, akkor élet egyben, sőt, az élet és az étel így váltakozik, hogy ami egyszer étel, az a következő pillanatban már élet lesz, az életből megint étel lesz, aztán megint, és akkor ez így végeláthatatlan történeti válik. Ugye, amit fogyasztunk, de nem akarok a szabad vágni, természetesen tudunk azonosulni vele, nyilván hosszabb idő alatt. Nyilvánvalóan, igen, hogy a Kárpát-medencében megtermett mezőgazdasági és egyéb állati jellegű ételeink, azok, amik igazándiból nekünk jók, ehhez van hozzá gyártva az emésztőrendszerünk, és azt ugye lehetne sorolni, de ez megint túl hosszú ebbe belemenni. Aztán ugye lesznek ezek a bizonyos népi játékok, alapvetően gyerekek részére, de hát nyilvánvalóan, hogy a felnőtteket se fogjuk mi ebből a történetből kizárni. Aztán lesznek ugye olyan, hát talán megint nem mondhatom, hogy látványosság számba menő dolgok, hogy sólyomröptetés, akkor lesznek szakavatott emberek, akik az íjazás, az íjász mesterségnek a rejtelmeibe, a tudományába avatják be felnőtteket, gyerekeket egyaránt. És hát ugye a napnak tulajdonképpen a fénypontja, az, mint ahogy itt már korábban utaltam rá, az a bizonyos szertűz lesz, amikor ugye szert ülünk, szertartást tartunk, amikor az égi fényt lehozzuk ide a földre egy hatalmas mágia képében, és arra szakavatott embernek a segítségével itt átérezzük, bele tudunk örömködni abba az érzésbe, hogy most a természetnek egy nagyon-nagyon cselekvő részei tudunk lenni itt erre az estére, vagy erre a pár napra, vagy arra a pár órára. Aztán utána igazán, amikor meg lesz az ünnepségünk, akkor nyilvánvalóan több megközelítése lesz a nap folytatásának, lesznek, akik virasztani fognak a másnapi napfelkeltéig, de akik esetleg egy picit tartalmasabb, egy kicsit mozgalmasabb dologra vágynak, ott nyilvánvalóan lehet egymással barátkozni, beszélgetni, és hát lesz eszemiszom, dínom, dánom, nyilvánvalóan magyar népzene lesz alapvetően, és erre lehet ropni a talpalávalót. De ami talán a legfontosabb, hogy nagyon bízom benne, hogy kicsit közelebb tudunk egymáshoz kerülni. Pontosan ezt akartam, gyakoroljuk a szeretetet, az egységbe tömörülést. Tehát azt... Igen, valószínű, hogy ez is a mondandója a mai beszélgetésünknek. Nekem jeleztek, Csaba, hogy sajnos lejárt az időnk. Én sok sikert kívánok ehhez, meg egy picit megnyugtattál valóban, meg próbáljuk értelemszerűen menedzselni a folyóiratodat, mert
Mert még egy szóra visszakanyarodok az alapgondolathoz, hogy amiket látunk most napjainkban, ezekben a hónapokban, a televízióban, ugye hát vannak kiskorú gyermekeim, és a környezetem tudja, hogy a mesecsatornákon az egyik pillanatban jó mese van, a másikban meg már az öldöklés, meg a stb. Óriási szükség van a jó emberekre. Így röviden, tömören fogalmazva, és reméljük, hogy minél szélesebb skálán tudtok dolgozni, és odafigyelnek rátok, és a munkásságotok sokat fog érni. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy vendégünk voltál. Köszönöm szépen, kedves nézőink, hogy velünk tartottak ma is. További jó pihenést kívánok. Viszontlátásra. Valaki mondja meg, hogyan kell élnem, apám azt mondta, ne bánts mást. Valaki látta, hogy bánt.